Köszönet és hála, hogy Boldogasszony nyolcadában
Szent István király ünnepére készülve közösen imádkozhatunk és tekinthetünk fel a mennybe felvett királynőnkre. Kezdeti történelmünk egyik legnagyobb válságában ugyanis, amikor első apostoli királyunk élete végén látta, hogy egész életműve veszélyben forog, tudva, hogy a kereszténység nélkül a nyugati népek közé beépült, de még nem igazán integrált magyarságot a végső pusztulás fenyegeti. Ezért országát és népét a boldogságos Szentszűz oltalmába ajánlotta. Köszönet és hála a Mária Rádió vezetőségének és munkatársainak, hogy ezt a hovatartozást kitartó hűséggel, odaadással, szaktudással és szakértelemmel istápolják, segítik, irányítják és vezetik. Köszönet és hála önkénteseinknek, technikusainknak, hallgatóinknak, a mindennemű támogatásért és segítségért is. Legyen a mai szentmiseink és a mai találkozunk a további önzetlen elköteleződés forrása. Szívből kívánjuk, hogy ami eddig szép volt és igaz volt, növekedjen és fejlődjön, ami kevésbé volt szép és értékes, az Isten segítségével, egymás támogatásával és megértésével jóra forduljon. Szolgálja mindez az a kegyelem, aminek a Szentmise csúcsa és forrása. Dicsértessék be Jézus Krisztus! Tisztelendő dr. Gábor Bertalan, atya, szepsies, peres, plébános, milyen tisztelt igazgató úr, ugye Boldog Salkaházi Sára iskola központ lát bennünket vendégül, néhányan Komáromból érkeztünk a munkatársak, tegnap már Rozsnyón találkoztunk a helyi önkéntesekkel, támogatóinkkal, ma pedig tovább vettük az utunkat és tovább zarándokoltunk Szepsibe, hogy itt is találkozhassunk az önkéntesekkel, hallgatói családdal, az önkéntes szerkesztőkkel, technikusokkal, támogatókkal, imádkozókkal. Egy szóval hálát adjunk mindenkinek, aki bármit is tesz a Szűzanya rádiójáért és az Isten nevében. Ugye legtöbb, amit kapunk cserébe, az a Jóisten kegyelme. Amikor hallottam, hogy Boldog Salkaházi Sára iskola központban lehetünk, ugye mi Komáromból jövünk, és Komáromban is élt Salkaházi Sára 1932 és 34 között, és pont azon a helyen, ahol jelenleg a Felvidéki Mária Rádió Miriam stúdiója van. Tehát ez hozzánk nagyon közel áll az ő személye, sőt, amikor Szent Anna kápolnában imádkozunk, amely már 90 évvel ezelőtt is ott volt, nagyjából ugyanígy nézett ki, gyakran eszünkbe jut, hogy Boldog Sára is ugyanígy imádkozott ezelőtt az oltár előtt a Szent Anna kápolnában, mint ahogy mi tesszük, vagy a hallgatói család, illetve az önkénteseink. A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Megvégezzünk ellened! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És hát meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten! Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Amen! Thank you.
Szentlélektől vezetve, bizalommal Atyánknak szólítunk téged. Tökéletesít szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Józsué könyvéből. Amikor Józsué megöregedett, egybegyűjtötte a választott nép valamennyi törzsét Szichembe. Magához hívta a nép vezetőit, a fejedelmeket, a bírákat és az előjárókat. Amikor azok odaálltak az Úr színe elé, Józsué ezt a beszédet intézte az egész néphez. Ezt üzeni az Úr, Izrael Istene. A folyón túl laktak egykor őseitek, Táre, Ábrahámnak és Náhornak az atya, és más isteneknek szolgáltak. Én azonban kihoztam atyátokat, Ábrahámot a folyón túl fekvő vidékről, és bevittem Kánaán földjére, és megsokasítottam utódait. Én adtam neki Izsákot, ennek pedig Jákobot és Ézsaut. Kettőjük közül Ézsaunak adtam Szeír hegyét birtokul, Jákob pedig fiaival együtt lemett Egyiptomba. Majd elküldtem hozzájuk Mózes és Áron, és megvertem Egyiptomot mindazzal, amit köztük véghez vittem. Kihoztalak benneteket és atyáitokat Egyiptomból, és eljutottatok a tengerhez. Az egyiptomiak harci szekerekkel és a lovassággal egészen a Vörös-tengerig küldözték atyáitokat. Ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak, és ő sötét felhőt bocsátott közétek, és az egyiptomiak közé, majd rájuk zúdította a tenger, és az elborította őket. A ti szemetek látta mindazt, amit Egyiptomban cselekedtem. Azután hosszú ideig a pusztában laktatok. Majd bevittelek benneteket az amorreusok földjére, akik a Jordánon túl laktak, és amikor azok hadba szálltak ellenetek, kezetekbe adtam őket. Ti elfoglaltátok földjüket, és megöltétek őket. Ezután meg Bálák, Szefor fia, Moab király lett, kelt hátra veletek. Küldötteivel elhívattak Bálámot, Beor fiát, hogy megátkozzon benneteket. Én azonban nem akartam meghallgatni őt, sőt ellenkezőleg megáldattalak vele titeket, és megszabadítottalak az ellenség kezéből. Majd átjöttetek a Jordánon, és eljutottatok Jerikóhoz. A város lakói, az amorreusok, a ferezeusok, a kananeusok, a heteusok, a gergezeusok, a heveusok, meg a jebuseusok hátra szálltak veletek, de én a kezetekbe adtam őket. Darazsakat bocsátottam rájuk, azok küzdték el helyükről az amorreusok két királyát, nem pedig a ti kardotok és íjatok. Így adtam nektek földet, amelyért nem fáradtatok, lakóvárosokat, amelyeket nem ti építettetek, szőlőket és olajfaültetvényeket, amelyeket nem ti ültettetek. Ez az Isten igéje. Thank you.
akar tenni Jézus? Megkérdezték tőle. Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az ember, és ezt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleséges csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test, amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette, Mózes, kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznasága miatt, és mást vesz el, házasság törést követ el. Erre a tanítványok megegyezték, ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja, mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves atya, kedves igazgató úr, kedves önkéntesek, hallgatói család, kedves nézők, Krisztusban kedves testvéreink. Bármilyen hivatást választ is az ember, évekig tanul. Alapiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen. 18-20 évig tanul, és ma nem ritkaság, hogy azt, amit tanult, amit kitanult, amire szakembernek kellene lenni, lehet, hogy egy percig sem fog a adott szakmában dolgozni. A házasság, ahogy hallottuk mai evangéliumban, egy életre szóló feladat, küldetés. Még sincsenek évekig tartó kurzusok, hogy a fiatalok jól fölkészüljenek a házasságra. Több évvel ezelőtt a tanári karban egyszer megkérdeztem a tanároktól, hogy melyik tantárban van szó a házasságról, a családról. Csak egy tanárnő szólalt meg, és azt mondja, hogy a polgári nevelés tanít, ott van szó a házasságról, a családról, de valójában csak annyit, hogy közös pénz, közös kassa, hogyan kell a pénzt beosztani. Ennyit foglalkoztak azzal, hogy hogy működik a család, hogy működik egy házasság. Valószínű hittanórán kívül. Még ha vannak is fölkészülések, oktatások a fiataloknak házasság előtt, néhányszor találkoznak, akár az atyákkal, akár házaspárokkal, átadják a tapasztalataikat, mégsem tudnak tökéletesen fölkészülni. Azonban mindannyian közösségből származunk, mindannyian családból származunk, és hozzuk magunkkal a modelleket. Néha példaképeket, néha talán inkább az van bennünk a fiatalokban, én bizony nem ilyen házasságot szeretnék. De vannak olyanok is, akár a rokonságban, jobb esetben a szülők, amikor azt mondják a fiatalok, én is olyan házasságot szeretnék, mint a szüleim vagy nagyszüleim, vagy valaki a rokonságból. Természetesen mindenből lehet tanulni.
a pozitív példából, de a negatív példából is, hogy mire kell odafigyelni, mire kell ügyelni, mit kell elkerülni. Franciaország északnyugati részén található Calais kikötőváros. Nem csak hajók indulnak Franciaországból Angliába is vissza, hanem ennek a városnak nagyon érdekes története volt. Ugyanis 211 évig ez a francia kikötőváros Angliához tartozott. Amikor 1558-ban Tudor Mária angol királynő kezében tartotta a tollat, hogy aláírja a békeszerződést, amelyet visszaszolgáltatná a kikötőváros újból Franciaországnak, hosszasan ült a szerződés az iratok fölött. Míg végül a sarokba hajította a tollat, és hangos keserves sírása fakadt. Annyira szerette a várost, a kikötőt, az erődöt, nem tudott tőle megválni. Azt mondta a minisztereknek, amikor odajöttek, hogy mi a baj, mi történt. Azt mondta, ha most valaki fölnyitná a szívemet, biztos a Calais szót találná belevésre. Bizonyára mindannyian ismerjük az evangéliumból azt a történetet, amikor Úr Jézushoz gyermekeket hoztak, ő megáldotta őket. Egy legenda szerint az a kisfiú, akit odahoztak Jézushoz, antiochiai, későbbi antiochiai Szent Ignác volt püspök. Ugye elkezdődött az ő idejében nagy keresztény üldözés, nagyon sokan a keresztények közül meghaltak, vértanúk voltak, azért mert Krisztushoz tartoztak. Ezt az idős embert is vadállatok elé dobták. Pillanatok alatt a vadállatok szétharcangolták a testét, azonban a szívéhez nem jutott. Amikor később jöttek a keresztények, a titokban és szó szerint a maradványok eltemessék, arra lettek figyelmesek, amikor közelebbről szemügyre vették az ő szívét, mintha hajszál elek a szívén Jézus nevét rajzolták, ábrázolták. Annyira szerette isteni mesterét, hogy nem tudott tőle megválni, és nem is akart megválni, nem is akart őt megtagadni. Ezért nagyon fontos, hogy a házasok és a házastársok szívét véssék a szívükbe a házasság kötésük napján. Hogy ettől fogva senki és semmi ne tudja kitörölni a szívükből a másiknak a nevét. Hogy tudatosítsák, hogy az mindig ott lesz, és az egész életre kötötték a házasságot. Több évvel ezelőtt történt, hogy szakemberek egy felmérést végeztek, nagyon sok házasságot megvizsgáltak. Megvizsgáltak nagyon sok jó házasságot, de nagyon sok szerencsétlen házasságot is. És érdekes következtetéseket vontak le ebből a felmérésből. Ugyanis azt, hogy azok a házasságok, amelyek templomban köttetnek, háromszor tartósabbak, mint azok, akik ezt nem teszik. Azok a házasságok, ahol vasárnap együtt megy a család szentmisére, akkor az ő házasságuk 400-szor tartósabb, mint azoké, akik ezt nem teszik. És azok, akik a családban a házasok és gyerekek együtt naponta imádkoznak, az ő házasságuk 1325-ször tartósabb, mint azoké, akik ezt nem teszik. Ez teljesen egyértelműen összhangban van azzal, amit Szent Második János Pál pápa mondott, az a család, amelyik együtt imádkozik, az együtt is marad. Mert ahol tudnak együtt imádkozni, ott meg tudják vitatni a felmerülő gondokat, problémákat is, igyekezni fognak Jóistennel együttműködve, és ő áldásával megoldásokat találni a felmerülő problémákra, keresni válaszokat a kérdésekre, és így tovább. Kedves testvérek, ezért foglaljuk imáinkba
azokat, akik házasságra készülnek, hogy jól készüljenek fel. Ismerjék meg jól egymás nézeteit, még mielőtt házasságot kötnek. Azok, akik már kötöttek, hogy tényleg legyen kitartásuk, és tényleg mindig legyenek nyitottak arra, hogy le tudjanak ülni, legyen idejük egymásra. Oktalanság volna azt gondolni a házasság kötéskor, hogy nekünk nem lesz semmi gondunk, nem lesz semmi problémánk, akik házasságban élnek, bizonyára mosolyognának ilyen naív kijelentések. Biztos, hogy lesznek. És gyakran ezek a problémák próbára is teszik majd a szeretetük szilárdságát. De éppen azok a pillanatok, amikor a nehézségeket is tudják közösen viselni, amikor közösen oldják meg a problémákat, akkor ez a szeretet, a kapcsolat még inkább megnemesedik, még inkább erősebbé válik. Tehát imádkozzunk a házasokért, hogy tudjanak példát mutatni a fiatalabbaknak, hogy lehet is érdemes jó házasságban élni. Keressék a megoldásokat, engedjék be jó Istent az életükben, vele együtt, az ő kegyelmével működjenek együtt, és így a világ üdvösségén is ilyen módon tudjanak tevékenykedni, szolgálni. Amen. Isten fizessen meg! Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszt árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Itt egybegyült és az egész világon elterjedt egyházért, kérjük Urunkat! Kérjük, hallgass meg minket! Szentséges Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért, kérjük Urunkat! Kérjük, élet, hallgass meg minket! Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért, kérjük Urunkat! Kérjük, élet, hallgass meg minket! Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat! Kérjük, élet, hallgass meg minket! Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért, kérjük Urunkat! Kérjük, élet, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad értesedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odáig pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház.
Urunk Istenünk, fogadd megengesztelődve egyházad áldozati adományait, jóságodból Te adtad azokat, hogy felajánljuk Neked, és Te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hálai neked. Ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt. Örvendezve hirdetjük, és mindenkor valljuk. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szentika. Hálódat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Bernát püspökünkkel, Márk segédpüspökével, Ferenc pápánkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkban, Isten anyjával, boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, boldog Salkaházi Sára, testvérrel és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
csapdalából kifolyó víz most visszára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent cselekedetbe rejtsel engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oldalmaz engem. Halálom óráján így maradhoz engem. Hát, hogy eljussak hozzá, és szentjeiddel dicsérjelek téged. Mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Úrunk, Istenünk, a tőled kapott szentségi eledelvétele üdvözítsen minket és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk, Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Tisztelendő Lórát Atya, tisztelt testvéres úr, kedves munkatársak, önkéntesek, technikusok és rádióhallgatók. A Szent Mise záró állása előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy becses találkozási helyükként iskolaközpontunkat választották. Fészkünket, ahol az idén már 280 növendés tanul, nevelődik és fejlődik evangéliumi értékrendben, anyanyelven, ősi magyar kultúránkban. A Szent Atya Ferenc pápa a tömegtájékoztatás 57. világnapjára írt üzenetében a szívvel szólás fogalmát hangsúlyozta, szerinte az elmenni, látni és a meghallgatni igék épp manapság, amikor hiányzik a párbeszéd és a megosztás dinamikája, alkalmas feltételeket teremtenek a jó kommunikációra, vagyis a szívek párbeszédére. Ahhoz azonnal, hogy valaki az igazság szerint és szeretetben kommunikáljon, meg kell tisztítania a szívét. Ezért örülök, hogy itt vagyunk. Kívánom, hogy a Mária Rádió továbbra is segítse elő, hogy kölcsönösen hallgassuk meg egymást. Különösen manapság, ami épp úgy hajlamos a közönre, mint a felháborodásra, nem egyszer visszaélve az eltorzított és félretájékoztatott igazsággal. Kívánom, hogy a Mária Rádió legyen és maradjon továbbra is a jó hírhordozója, továbbadója. Legyenek a jövőben is tetrekész vezetői, lelkes munkatársai, nagylelkű támogatói, akik hitelesen bizonyítják és tanúsítják az evangélium igazságát. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, hisz a száj a szív bőségéből beszél. Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm az igazgató úrnak az üdvözlő szavait. Tényleg, hogy már említettük a Szent Mise kezdetén is, a Csalkaházi Sárral, elsősorban az, aki így közös, akár a Mária Rádióban, legalábbis felvidékiben, mivel ott élt azon a helyen, és itt a Szepsiben az Egyházi Iskola Központnak is a mondhatni védőszentje, pátronusa, tehát ő esdenki számunkra szükséges kegyelmeket, hogy a feladatunkat Isten akarata szerint tudjuk végezni. Nem tudom, most a Szent Mise után, mondom, ez lehetőség majd kicsit találkozni az önkéntesekkel. Szeretnénk tényleg nagyon megköszönni az önzetlen szolgálatot az önkénteseknek, a műsorkészítőknek, technikusoknak, futároknak, előimádkozóknak, és tényleg szeretnénk meghallgatni az örömeiket, nehézségeiket is ezzel a feladattal, szolgálattal kapcsolatban, miben tudnánk egymás feladatát, szolgálatát segíteni. Tehát gondolom, most a Szent Mise után lesz rá majd alkalom, hogy kicsit egymásra tudjunk figyelni, hallgatni, és ilyen szeretett közösséget tudjunk alkotni. Igen. A könyvtárban, a díszterem, folytatjuk a további találkozásunkat, ehhez kérjük Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével! Istennek legyen hála! Thank you.
szüntetlen.